Sziasztok! Ez itt a Spárséf recept versenye, amiben 5 darab a Spárban kapható hozzávalóból fogok készíteni valamilyen vacsorát. Ezeket én megkaptam előre, nem tudom, hogy mi az, úgyhogy izgalmas dolog lesz, hogy mit főzök belőle, elmondom, mi az. Vaj, kamembert sajt, vajbab, kenyér és fehérbor. Nem használhatok hozzá igazából semmi más, csak sót, borsot és vizet. Szerintem azt gondolták, hogy majd összedobok egy meleg szendvicset, de nem, mivel hogy itt van az ősz, tök jó lenne, ha főznék valami olyan levest, ami belülről is átmelegít, úgyhogy ezt fogom elkészíteni. Megolvasztom a vajat a fazékba. A megolvadt vajba beleöntöm a zöldbabot, és szépen lassan megdészterem. Sózom, borsozom. Felöntöm először a borral, mert a bornak kell egy pici idő, amíg az alkohol elpárolok belőle, és aztán a vízzel. És most felszeletelem a sajtot. A megfőtt babhoz hozzáadom a sajtot. Kicsit hagyom megolvadni, és aztán lebontom. A leves elkészül, ahogy érzem, az illatán a kenyér megpirul. Úgyhogy most már csak annyi a dolgom, hogy megkóstolom, hogy tényleg jó lett-e, és összekockázom a pirítóst. Egy kis bors még mehet, de különben jó. Elkészült a leves, úgyhogy ezt most kitálalom, még rászórom a pirított kenyérkockákat, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit tudtok főzni ebből az 5 hozzávalóból. Rászórom a kenyeret, és már ehetjük is.